Sziasztok, Ludmester vagyok, és furcsa módon most ez a világítás, amit láttok. Kín vagyok egy HÉV megállóba. Jó dolgok történtek velem, moziba voltam, és ennek fogjátok most látni a rövid kis, mondjuk így, élményeit. De azért van ez most itt előtte, mert nem terveztem, vagy nem volt ilyen, nem gondoltam, hogy ilyen kalandos lesz, úgyhogy most ez ilyen felkonfos, csak ilyen sötétben történik meg egy lámpafénynél, amit mögöttem tűz az arcom vele. Úgyhogy hát jó szórakozást, egy nagyon érdekes élmény volt. Ez beszarás. Egyedül vagyok a moziba. Totálisan egyedül. Egy pénztár, tök retro mozi. Büfé. Most a bácsi fölment, hogy bekapcsolja a vetítőgépet. Valószínűleg lentről fogják vezérelni, itt van egy laptop, és konkrétan arról megy a film. Valószínű. Ilyet a bal bejárat, a jobb bejárat, egy iroda. Mindjárt itt is van fény bent. Egy kúk sötét van. Hát ez nagyon, nagyon fun. Érdekes. Igazi, igazi retro mozi, basszus. Nagyon durva. Ott már ez a Star Wars plakát már kín van az ajtó mögött. Nagyon-nagyon-nagyon kemény, srácok. Kurva jó. 3 perc múlva kezdődik a film. Tokió felett az ég, azt fogom megnézni. Úgyhogy hát ez érdekes lesz. Ilyen sem volt, hogy egyedül vagyok én moziba. Mindjárt csak, majd a film után csinálok kinti felvételeket is, úgyhogy... Pár másodperc is látni is fogjátok. Nekem az még 2 óra kb. A vége a filmnek, úgyhogy na, mindjárt találkozunk. Na, ben vagyunk, ott jöttem be. Tök egyedül leszek a moziba, és be fog külni tök előre konkrétan. Mondjuk így az 5. sorba. Egy 6. Hát le inkább a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, így jó. Ott van a vetítés föntről. Itt van szemben a vászon. Kurva jó basszus úgy. Na, akkor én most mozizok egyet. Beszarás. De most azon küzdünk, legyen kép. Én már 2-szer indult, de nem volt kép eddig. Remélem, 3-szor már lesz. Na most itt pár perc után még minden nincsen kép. De most szóltak, hogy mindjárt lesz. Csak hívna valakit, hogy megcsinálja. Nagyon funny. Addig körbe pártázom itt a nézőteret. Van kép? Beszarsz. Na, talán most már jó lesz. Na, véget ért a film. Bocsánat a fényvizőnkkel, de a HÉV megállóban csak ennyi, amit tudok most újtani. Viszont nagyon óriás élmény volt, és hatalmas respekt tényleg a mozisnak. Ugyanis nagyon vicces volt maga az egész szituáció. Ugye ott kezdődik az egész, amikor megérkeztem, 8 óra 5 pár perccel, mondjuk így 3-4-8 óra kávé. Ki volt írva az ajtóra a moziba, a Sziget-Szent Miklóson voltam, vagy vagyok, hogy rögtön jövök, és volt egy telefonszám, és mondom, hívjam, ne hívjam, hát ha nem hívom, hát jönni fog. És akkor hát 52-55 környékén megjelent az úriember, hogy a moziban, hát nem igen, hát nagyon más nem lehet csinálni. És hát akkor mondom, jó, hát akkor mindjárt jön, és az csak onnantól indult a felvétel, amit láttatok. És nagyon nagy, nagyon vicces volt, tényleg egyedül voltam a moziban, 900 forintba került a jegy, és így... Itt tényleg így lehet sok én azt mondták volna, hogy hát most elmarad a vetítés egy emberért, most nem ítják el. Nem tudom, hogy szerintem az áramot nem termeltem ki ez a 900 forinttal nekik.
de nagyon jó filmet láttam, a számomra nagyon jó volt, egy japán film, a Tokió felett az ég, romantikus dráma volt a címbe írva, illetve a műfajnak beírva, de nem volt az annyira dráma, volt a drámai része, de mindenki túlélte a dolgot. Sajnálom mindenkinek, szerette a japán filmeket, meg aki kicsit más filmet néznem, egyébként tök érdekes film volt. Most sem is az lényeg. Csak hát itt tényleg, hogy egyedül voltam, nem tudom, volt már olyan, hogy négyen voltunk egy moziteremben. Az volt eddig a rekord. A hatodik érzéken utolsó heti vetítés, mert nagyon-nagyon régen még egy olyan pici teremben. Meg a művészmoziban nem egyszer volt, hogy 5-6-an voltunk csak, de így, hogy egyedül, basszus, azért nagyon durva volt, úgyhogy... Hát ennyi, látogassátok ti is a Nászdarzsi filmszínházat, hogyha esetleg Szigetszentmiklóson jártok, vagy Szigethalmon, vagy Szigetszentmiklós környékén is el tudtok látogatni, minden nap van 3 előadás. Valami menjetek el, ennyit megér a dolog tényleg, mert tök jó fejek voltak, és tényleg egy ember ott volt egész végig, csak miatta. Ez így fura volt nekem, de örültem, mert tényleg jó élménytől fosztott volna meg, hogyha nem lett volna ez a dolog. Úgyhogy ennyi. A fiatal sem nagyon mulat itt a hétmegállóból, úgyhogy nem is tudom tovább az időt. Köszönöm, hogy megnéztétek, mert tetszett ez a kis fura kis szösztenet. Úgyhogy ennyi. Játszatok, akkor ezt tudtok. Sziasztok, Lőmester voltam. Ciao.